többek között Hofi Géza slágere is felcsendült kedd este a Várszínház kamaratermében Cseke Katinka és Zsiga László előadásában. A Bőbe mindent elintéz című darab klasszikus kabaré jelenetekre épül, sztorikkal és jól ismert retro dallamokkal fűszerezve. Cseke Katinka színművész elmondta, bár egy éve játsszák a felhűtlen szórakozást garantáló darabot, a változó közönség és az interaktivitás miatt ez újnak tekinthető. Arra jöttünk rá, hogy tulajdonképpen, ha zenéket összeteszünk kabaré jelenetekkel, plusz ez az interaktivitás, akkor ez nem egy olyan megterhelő dolog, mint egy darabot végignézni, amikor beülsz és végignézel egy két-két és fél órás darabot, és úgy jössz ki még a vígjátékokról is, hogy úgy el vagy fáradva, hanem ez egy nagyon könnyed dolog. Nem vagyok én a párca, nem élhetek bezárva, de sem volt kedvesen örtönök, hegedj ki hát a hüvöcsbe. A jelenetekhez illeszkedő, jól ismert slágerekkel bevonják a nézőtéren ülőket a produkcióba, hiszen a nézők sokszor együtt énekelnek velük, fogalmazott a színművész. A retrodalok mellett az interaktivitás egészen különleges formájában rejlik a siker másik kulcsa, amikor egy-egy néző konkrét szereplővé is válik az est folyamán. Egy jelenet, amiben három szereplő van, de mi csak ugye ketten vagyunk a Zsiga László kollégámmal, és azt fogjuk mondani valakinek, hogy jöjjön fel, kap egy papírt, felolvas 5 mondatot, mi ezt mondjuk, de 15 mondat lesz, és ez tulajdonképpen egy kabaré jelenet, amiben ő csinál valamit, aztán leültetjük, majd visszajön. Tehát, hogy tulajdonképpen a nézők így először nem akar senki jönni. Aztán mégis feljönnek. A Gyulai Várszínház kamaratermi programja november 4-én folytatódik Terence McNally Ketten egyedül című előadásával, Ulma Mónika és Makranci Zalán közreműködésével.